A hagyományos évi közgyűlésen megválasztották a Vajdasági Orvostársaság vezetőségének új tagjait. A társaság élére dr. Xenia Boskovics került. Betölthettem volna még egyszer a társaság elnöki tisztségét, de úgy döntöttem, átadom a lehetőséget a fiataloknak. Minden ilyen alkalommal új ötletek születhetnek, és új lendületet vehet akár egy ilyen szakmai szervezet munkája is. Az orvostársadalom elveszítette tekintélyét, nyilatkozta Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke, majd hozzátette, ez része egy olyan általános társadalmi folyamatnak, amely nem kímélte a tanárokat, a politikusokat, de még a lelkészeket sem. Sok mindenkit, akinek a jelenléte egyfajta társadalmi etalon volt. Azt gondolom, hogy fontos volna, hogyha más nem, de legalább az orvosok újra visszakerülnének a társadalmi megbecsültség szempontjából arra a helyre, ahol a helyük van. Ez nem csak ő miattuk fontos, hanem azt gondolom az egész társadalom miatt fontos. Az embereknek magas elvárásaik vannak az egészségügy teljesítményével szemben, de ezeknek a sok gátló tényező miatt nehéz eleget tenni, mondta Pásztor István. Ezeken a nehézségeken, ezeken a problémákon dolgozni kell és segíteni kell rajtuk. A vajdasági kormány, illetve a vajdasági parlament és a vajdasági költségvetés a 2019-es évben is nagyon nagy eszközöket választ ki annak érdekében, hogy az egészségügy eszközbeli állapotán javítsunk, hogy a fölszereltségnek, a diagnosztikai eszközöknek, a diagnosztikai lehetőségnek a szintjén emeljünk. A tartományi képviselőház elnöke elmondta, legalább annyira fontos az is, hogy az orvostársadalom és az egészségügy minden dolgozója motivált és szakmailag felkészült legyen annak érdekében, hogy megfelelő gyógyítási szolgáltatást tudjanak nyújtani.